Köszöntök mindenkit Lőrincz Zsuzsa kiállításán. Igazán megtisztelve érzem magam, hogy talán már nem először Zsuzsa, és nem is egy, és nem is két, és nem is három kiállításodon közreműködhettem. Arra kértél, hogy beszéljek egy picit arról, hogyan született a mi ismerettségünk és barátságunk. Amikor ezt végig gondoltam, egészen megrémültem, mert mi 1992 vagy 1993, ebben ezt nem tudom pontosan, Zsuzsa, te szerintem sokkal jobban tudod, van találkoztam Zsuzsával először egy nagyon furcsa és különleges szituációban, csak azért mondom el, mert picit kapcsolódik a művészetek találkozásához, hogy hogyan találkozik a képzőművészet, a vers, a zene egymással egy repülőgép úton Budapest és New York között. Az úgy történt, hogy abban az időben elég sokszor szerepeltünk magyarként Amerikában, és természetesen a műsorainkat az utolsó pillanatban állítottuk össze, ezért Zsuzsának abban a megdöbbentő élményben volt része, aki előttünk ült, hogy végig karattyoltunk 9 órát a Budapest és New York közötti repülőgépen, és aztán Zsuzsa nem bírta, a maga bűbájos és barátkozó módján, ha talán ismerik, hogy milyen könnyen teremt kapcsolatot, és milyen elragadó tud lenni, megkérdezte, hogy mit beszélünk, mit csinálunk itt egész végig, és hát akkor elmondtuk, hogy ezt a verset, meg azt, és így kezdődött ez a kapcsolat, meghívott bennünket magához, én ott találkoztam 93-ban először az ő munkásságával, kint New Yorkban, az ő műtermével, és végig gondolva az életünket, minden ponton összekapcsolódott az ő újra hazatalálásának, minden állomásának részese lehettem a házának a megtalálásában, újra megvásárlásában, az egész művészetének a kiteljesedésében, az életének az útkeresésében furcsa módon összekapcsolódott két egymástól egészen távol álló embernek az élete, és én végtelenül örülök annak, hogy most itt lehetek, és ezen a kiállításon újra megnyithatok neked egy kiállítást. Köszönöm, és nagyon remélem, hogy nem az utolsót, és még nagyon sok gyönyörű tárgyat fogunk látni tőled. Ez volt az én rövid történetem, és nem húznám sokkal tovább, mert egy olyan írást választottam, ami azt gondolom, hogy szorosan kapcsolódik ahhoz, ami a művészet lényege. Sokszor beszélünk a formákról, az ihletről, a múzsáról, a művészettel kapcsolatban, de a lényeg valami egészen más. Amikor ezeket a tárgyakat nézzük, hogy mi az az erő, az az ős erő, ami ezekből sugárzik, hogy mi a művészetnek a lényege, hogy nem a forma, nem a stílus, hanem az, amit úgy hívunk, illetve Federico García Lorcától származik, úgy hívjuk, hogy duende. Úgyhogy engedjék meg, hogy felolvassak egy részletet, nem túl hosszút, Federico García Lorca Duende című írásából, ami azt hiszem, Zsuzsa, nagyon erősen rólad is szól. A duende szó szótári jelentése pajkos kobold csintalan manó. Lorca azt igyekszik megmagyarázni, hogy mit jelent szótári jelentésén túl a duende. Minden művész csak a duendével folytatott harc árán képes feljebb lépni a saját tökéletességéhez vezető lépcsőfokain. Ezt a harcot nem az angyallal vívja, és nem is a múzsájával. Az angyal irányt mutat és ajándékoz. De az ember feje felett repül, fölülről hullatja rá a malasztot, és az ember minden erőfeszítés nélkül valósítja meg a művet, vagy járja el a táncot, vívja ki a rokon szenved. A múzsa diktál, és olykor-olykor súg. A múzsa szavára figyelők hangokat hallanak, de nem tudják, hogy honnan.
Ők a múzsa rabjai. Az önt lelked beléjük, és néha uzsonnát ad nekik, felébreszti az intellektust, oszlopos tájakat fest. Ám az intellektus gyakran ellensége a művészetnek, mert túl sokat utánoz. Angyal és múzsa kívülről jön. Az angyal fényt áraszt, a múzsa formát ad. A duende arra vár, hogy a vér legutolsó szobáiban ébresszék fel, arra, hogy elhessentsék az angyalt és belerúgjanak a múzsába. Az igazi harcot a duendével kell megvívni. Csak annyit tudunk, hogy a duende perzseli a vért, mint egy üvegszilánkokból gyúrt kenőcs, hogy kimerít, elutasít minden édes és ismert geometriát, megtöri a stílusokat. Ő az oka, ha golya a térdével és az öklével mázol a vászonra szörnyű cipőmász feketéket. A duende vetkőzteti mesztelenre és öltözteti Rembó törékeny testét a vásári komédiás zöld ruhájába. Ő rak döglött hal szemeket Lothrémon gróf arcába a hajnali sugárutakon. Dél-Spanyolország nagy művészei, cigányok vagy flamenkók, akár énekelnek, akár táncolnak, akár hangszeren játszanak, tudják, hogy semmiféle hevület nincs a duende nélkül. Becsaphatják az embereket, és a duende hamis érzetét kelthetik bennük. Épp úgy, ahogy napról napra önöket csapják be az írók, a képzőművészek vagy az irodalmi divadiktátorok, akikben nincs duende. Egy alkalommal Pastora Pavón, az andalúz énekesnő, akit a fésűs lánynak is hívtak, felugrott, mint egy őrült, szinte két rét görnyet, akár egy középkori siratóasszony, és egy kortra felhajtott egy nagy pohár tűzerős kaszáját. Aztán énekelt. Hang nélkül, lélegzett technika nélkül, árnyalatok nélkül, felégetett torokkal, de duende volt benne. Sikerült szétverni az ének egész álmányzatát, hogy utat nyisson egy dühöngő és perzselő duendének, a homokkal terhes szelek barátjának. Ez történt a duende lakta Eleonora Dúze esetében is, aki megbukott színdarabokat keresett, hogy azzal vigye diadalra őket, amit ő maga talált ki hozzájuk. Vagy Paganini esetében, ki, mint Goethe mondta, valóságos gicsekből volt képes mély melódiákat felszínre hozni. Ez történt egy Santa Maria kikötőjébe való szép lány esetében is. Magam láttam őt, az Ó, Mari című borzalmas olasz kuplét énekelte és táncolta, de olyan ritmussal, olyan szünetekkel és megrendülésekkel, hogy az elcsépelt olasz slágerekből égnek meredő aranykígyót varázsolt. Minden művésznek, sőt, országoknak is lehet duende, angyal vagy múzsa teremtő képességük. Németországnak csak nem mindig múzsája van. Olaszországnak tartósan és állandóan angyala. Spanyolországot, ahol a zenének és a táncnak ezer éves hagyománya van, a duende élteti. A halálnak ebben az országában, a halálnak kitárt országban a duende citromot facsar a hajnalból. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Zsuzsa! Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, én is, Lőrincz Zsuzsa kiállításának megnyitóján. Mielőtt a kiállításról, a kerámiák kiválasztásáról beszélnék, engedjenek meg egy rövid visszaemlékezést Pápa Érékához hasonlóan a saját történetemet Zsuzsával kapcsolatosan. Éppen 25 éve volt, 1999-ben, az Iparművészeti Múzeum akkor még szerencsére működő Lechner-Ödön és Pártos Gyula által tervezett gyönyörű épületében. Egy páratlan kiállításnak adott otthont. A fél évszázad magyar kerámia művészete kiállításnak. A fél évszázadhoz és a kiállításhoz kapcsolódva a Magyar Kerámikusok Társasága kiadta a Magyar Kerámia Művészet Alkotók Adatok 1945-1998 című könyvet. Megnéztem a kiállítást, megvettem a könyvet, és szokásomnak megfelelően egy papírra felírtam azokat a kerámiákat és művészeket, amik és akik akkor legjobban megragadták a figyelmemet. Természetesen nem a nagy neveket, hanem a számomra még ismeretlen kerámikusokat. 2017-ben Ébli Gábor meghívott a Fugába, ide, a szerkesztésében megjelent Lőrincz Zsuzsa művészetéről szóló könyv bemutatójára. Azon a utána kerestem a neten és a könyveim között, hogy ki ez a művész. Meglepetéssel és örömmel fedeztem fel, hogy vázájával ő is ott szerepelt az én 1999-es jegyzetemben. A Fuga könyv bemutatója, a kapcsolódó kiállítás, majd a sok személyes találkozás igazolta régi gondolataimat, Zsuzsa személyében egy különleges kerámikust és egy különleges embert ismerhettem meg. Lőrincz Zsuzsa könyve egyértelműen felvállalja kettős identitását, budapesti korai és késői éveit, valamint a New Yorki magára találását, művészi kiteljesedését. A könyv részletesen bemutatja munkásságát, annak sokszínűségét, a témákat, a felhasznált anyagok és a technológiák tekintetében, amit számomra az életében közel 50 éve meghatározó oktatási tevékenység kellően indokol. Az egész téma kifejtésnek a sokszínűségét. Amikor Zsuzsával jó egy éve elkezdtünk beszélgetni erről a kiállításról, a teljesség, a mindenből egy kicsit megmutatása helyett, sokkal inkább az életmű egyes elemeinek sajátosságjának kiemelése járt a fejünkben. Lovag Zsuzsa, az Iparművészeti Múzeum egykori főigazgatója idézi a könyvben Tompa Mihály a Gólyához című verséből a sort. Neked két hazát adott a végzeted. A kettőség volt a rendezési vezetőnk. Egyfelől a traumák feldolgozása,
A másik oldalon pedig a játékosság az öröm. Kettőség a témában, az anyaghasználatban, a kerámia technikában és a színekben. A rakú, részben olajokú égetési szobrok, sötét, sokszor fekete alapszínnel. Meggyötört, kiszenvedett, szűk keretek közé kényszerített, áttört formák. A fiatalkori élmények, a család meghurcolásának, a két börtönhónapnak az emlékei. És visszatérjen a környezet, a budai vár, a magyar gótika és a reneszánsz emlékeinek idézése. Azért a váré, aminek fala csak úgy, csodaként ott áll a budai ház kertjének végében. Nem idea, hanem a mindennapi élet része, valósága. Ami szervesen beépül Zsuzsa gondolataiba, és így a zárt háromszög formát meg annyiszor baba fejoldja, talán a templomi oszlopfők mintájára. A kompozíció egyszerre hordozza a történelmet, a tárgyi emlékeket, és mutatja fel a személyes, kortárs történetet, a megküzdött jelent. Sokkal vidámabb, játékosabb a másik oldal. Történetesen valóban két oldalról beszélünk, akinek eddig nem volt világos. Ez az olajrakú és a rakukorszak, és ezek a megszenvedett kompozíciók. A másik oldal pedig ott egymás után az idolsorozat. Sokkal vidámabb, játékosabb a másik oldal, az idolok sorozata. A kiinduló pont itt is a múlt. A kikládikus kultúra emlékeit idéző figurák jó 50 éve foglalkoztatják Zsuzsát. Londonban járva ragadták magukkal Hans Köpper német származású brit kerámikus szobrai, és kezdte el idoljait megvalósítani. A néző számára minden konkrét tudás nélkül is magukkal ragadóak. Érezni a hagyományt, a megfoghatatlan szellemiséget, az idolok alapvető hasonlóságát és sokszínűségét. Jellemzően fehér porcelánból vannak, kifejezett emberi vonások nélkül. Változatos gesztusokkal egyéniesíti őket, különböző mázakkal, színes ecsetnyommal, csipkével, füstöségetéssel, palástal, és így tovább. Játékosan, telve örömmel. Azzal a vidámsággal, ami mindenki számára nyilvánvalóvá válik, aki néhány percet tud vele beszélgetni. Ez az a kettőség, amit nagyon szerettünk volna megmutatni. Az elszenvedett és feldolgozott traumák, és a mindenem túlsegítő életigenlés, életszeretet, életöröm. Ami miatt ez mindannyiunk számára jól láthatóvá, vagy akár tapinthatóvá válik, azt határozza meg a kiállítás Zsuzsa által választott címe, az agyak szeretete, Love of Clay. Kiállítást megnyitom. Hogy egy kicsit lehet tapogatni is a szobrokat, de azért vigyázzunk, mert törékenyek.